van egy öreg gömöri prímás barátom, Tamás Jani. Ez egyszer azt mondta, hogy ha madzaggal is körülkötöd magadat, akkor is prímás kell, hogy legyél. Mikor ráhagyítol arra a hegedűre, fel kell nyalábolyad a bandát, akár kányá fiát. Na ez az, amire képes a Bea. Pont itt a fonóban kérdezett valaki, és úgy kapott el, egy lendületből, tanításból jöttem, és akkor azt mondtam, hogy ne legyen egy lány prímás valami. Tehát, hogy ne. 80-as évek elején, azt meg nem mondom, hogy melyik évben, a Bea biztos jobban tudja. Több nagyvárosban jártunk a Halmos Bélával, meg a Téka zenekarral tanfolyamokat tartani. Hát ez eléggé összetett volt ugye a résztvevők képessége ilyen módon, de hát egy kiemelkedő képességű volt már akkor úgymond, mint gyerek, már most mondhatom. Volt egy emberke, akinek volt kamerája, és fölvett több táncházat ott a Dozóban, annak idején Dr. Sándor Zsolnai művelődési házban, ami most már a Zsolnai negyedhez tartozik. Ott vagyok még én is kis 19 évesen, az eredeti felállás, Molnár Vicus, Gábor Sanyi, Halmos Béla jött muzsikálni velünk, tüneményes, egész fiatal, ugye azért az elég régen volt már. A nagy mestereim azok Halmos Béla volt, Porteleki László, a Nagy Téka, Virágvölgyi Mártát, hadd említsem ki, legmagasabb szinten. Nagyon sokat tanultam tőle is. A Bea mesélte egyébként, hogy neki a Csóri Sanyi mondta, hogy Bea, te addig nem leszel prímás, amíg nem pisálunk a széki kocsma oldalán együtt. És akkor jó betett nekem. Az volt a szerencsém, hogy ugye a Porossal nagyon jobban voltam a Porta Rekreatíval, és a Sipos Misivel. Minden kedden elmentünk hozzájuk, ittünk egy kicsi vörösbort, asszonyka is odaült, és beszéltetett, és a Poros is beszéltetett. Inkább beszélgettünk a zenéről, meg a mienségét fejtegettük együtt, illetve én megmutattam neki, hogy én hogyan gondolom ennek az interpretálását, tehát túl azon, hogy az anyagot eredetiben meg kell hallgatni, meg kell tanulni, de aztán azt mindenkinek a saját maga képére kell gyúrni. Odáig pörgettek, hogy az volt a lényeg, hogy ne akarj te Kodoba Béla lenni, hanem itt van az idő, tudsz már annyira elgedülni, hogy Salamon Bea legyél, keresd meg a saját hangodat. Megvan a tudásbeli és nem feltétlenül a hatalmi hierarchia, tehát aki fölötted áll, az nálad többet tud, akkor azt elfogadni, ezzel semmi baj nincsen. Ugye amikor én bekerültem a zenekarba, hát én eléggé, hogy mondjam, inkább bizalmat kaptam, mint hogy az addigi eredményeimre való tekintettel hívtak. Ez nem volt kérdés, hogy a jóval messze magasan, mondjuk fölöttem a többiekre nem nyilatkozom, fölöttem áll mindenféle zenei képzettség, stb. Stb. Területen. Ez a nem. A férfi önmagában káosz. A férfi, mint csoport, az maga a hierarchia, maga a rendszer. A nőknél pont fordítva van. A nő önmagában az maga a rendszer. A nők csoportja az maga a káosz. Tehát az, hogy Bea egy zenekar elé állt, és ahogyan képes összefoglalni, egybe, egy kézben tartani egy ilyen bandát, az annak köszönhető, hogy képes a nőiségének ezt a rendszer elvét alkalmazni. És való igaz, hogy a külvilág úgymond fenntartásai, azok nem lettek igazak. Igenis, jó női prímás lett, és sok férfinak példát mutatott abban, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Volt egy aranykora ennek a zenekarnak szerintem, ami rengeteg gyakorlással, rengeteg munkával telt. Persze egész más időket éltük akkor.
Ott laktam a muzsikás táncház mellett, tehát hogyha az volt a program mindig, hogy ugye kedden muzsikás, szerdán barátom se tudja, volt táncház, csütörtök kassáklub, péntek téka, szombat Monár utca, vasárnap ugye méta. Katona voltam Pesten, akkor a Somogyi Béla utcába jártunk le, minden vasárnap volt nekik ott táncházuk, és bármilyen szokatlan volt a vasárnapi nap, de nekünk rendkívül volt, mert akkor már mentünk vissza a laktanyába az aktuális kimaradás alkalmával, és ott még egy utolsó sört megijatott az ember, még egy utolsót mulathatott, bulizhatott, és nagyon jó emberekkel találkoztunk. Olyan is volt, hogy Balatonbogláron muzsikáltunk, és egyszer csak valami nagyon csúnya rockerek oda keveredtek, szöges jackingbe, stb. És úgy kezdett balhé lenni. Akkor Berán Pityu kiszúrta a legnagyobb darab fickót, és oda ment, figyelj, mostantól kezdve te felelsz ezért a csajért, jó? És ott hagyta. És ez, hát, jó. És akkor nem lett balhé. Ugye, mint fiat, szintén, mint a kamaszok, menjünk egy gyűjteni, persze, menjünk gyűjteni, mert hallottuk, hogy mások is mennek. Rendszeres folyamat volt, hogy szerdán éjjel elindultunk, csütörtökön hajnalban megérkeztünk Neti Sanyi bácsiékhoz, Sanyi bácsi meg Olgi néni kiszállta az ágyból, mi be a meleg ágyba, aludtunk egyet, addig a Sanyi bácsi előkapta a Jánoskát, a brácsást, és akkor úgy ébredtünk, hogy a napsütésben ott a hálószoba alatt ott muzsikáltak, fölébresztettek, ettünk egy kis borjupörkölt, ott mondja, a Sanyi bácsi hentes volt, és akkor mentünk tovább, vagy székre, vagy füzesre, vagy palackára. Szombat este még széken valami táncházba, és akkor éjszaka beültünk a kocsiba, visszaértünk pont vasárnap délután 5-re a méta táncházba. És akkor ez a menet, ez elég sokszor volt. Muzsikálta? Neti Sanyi. Sztojka János. Próbálkoztunk ilyennel is, hogy csak lányok. Nagyon jó poén volt, meg nagyon, nagyon kedves, meg nagyon lendületes, meg nagyon különleges. De így utólag azt mondom, hogy azért a nőkben nincsen annyi erő, ami mint segítség. Tehát az a fajta biztonság, amit egy férfi tud adni, azt egy nő nem tudja megadni. Ugye a népzenész, én úgy mondom, hogy ez legalább három szakma, az egyik a táncházzenész, a másik a koncertezőzenész, a harmadik a táncegyüttes kísérő, ez három teljesen különböző szakma, a negyedik aki tanítja. Méta Fesztivál. Idén ez is 20 éves volt. 37 gyerek táncegyüttes jött el, 960 gyerek. És ez azért izgalmas, mert ott mindenkit mi kísérünk. Pontosan azért kezdtük így el, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Ugye a gyermektáncegyütteseknek nem igazán van pénzük arra, hogy zenekart megfogadjanak. Ilyen szírszar, ilyen olyan felvételekről dolgozgatnak. Itt viszont a zsűri egy egyenletes produkciót lát, ugyanaz a zenekar. És ez nagyon izgalmas, mert itt maximálisan a táncot kell kiszolgálnunk. Ők adják a tempót, a gyerekeknél jó érzés látni, ahogy ez a lépés megy nekik, na, akkor nagyon picit gyorsítsunk. Ne vegye észre a zsűri, hogy nem pontosan táncolnak. Itt most akkor kicsit lassabban játszunk, és ilyen, van egy ilyen kis hullámzás, folyamatos figyelem, együtt lélegzés a gyerekekkel. Nagyon nehéz, nagyon nehéz, nagyon jó zenekar kell hozzá, nagyon jól összeszokott és érzékeny zenekar kell hozzá. És ezek vagytok ti? Igen. Hivatásom, igazi hivatásom az az anyaság. És ezen nagyon sokáig gondolkoztam, hogy hogy lehetne úgy megoldani, hogy mint előadó művész is képbe maradjak, és mint anya is működjek, és majdnem 35 éves voltam, amikor Ákos érkezett. Szerintem a legjobbkor, tehát pont arra, abban a helyzetben voltam szakmailag is, hogy el tudtam tűnni egy darabig, úgyhogy nagy feltűnést nem keltett. Tehát, mint anya, el tudtam indítani az új szakmát, új életet, az ő életét is, meg az enyémet is.